Szilvia, mi ez a rendezvény? Honnan jött az ötlet? Ez egy örömfutás Kisvárdán, ami azért érkezett a városunkba, hogy egy olyan közösség formáló erőt képviseljen, ami még nem volt. Itt volt az idő, hogy a fiatalokat és a fiatalokat nevelő idősebb nemzedéket egy közösségi formája is megmutassa, hogy mekkora erők dolgoznak a gyerekekben, illetve az őket nevelő felnőttekben. Több korosztály, több táv. Mik ezek? Hogyan áll össze a verseny? 1 kilométeres távunk van, ami családok számára lett kitalálva. Gyerekek, szülők elsősorban, de vannak olyan sportemberek, akik direkt ezért érkeztek, ezért a távért sprintelnek, és sportolók, élvonalbeli sportolók, úgyhogy nagyon örülünk, hogy ők is megérkeztek hozzánk. 4 kilométeres táv azoknak az embereknek, akik kik szeretnék próbálni az erejüket a sporttevékenységekben, és 8 kilométer a profiknak, akik már aktívan sportolnak, és nagyon sok aktív élvonalbeli sportoló is van közöttünk, aki egy versenyre való felkészülésnek véli a mai rendezvényeket. Este vigyázz! Oké? Okay. Jövök fel! És négyek! 1, 2, jön a taps, fel, 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 azaz, van még, 8, 7. Szeretjük a megszállott embereket, azt kell mondjam, hogy ti azok vagytok, akik szombat délután 33 fokba felvette ezt a rajtszámot, hogy akár 1 kilométer, vagy akármennyit is husson nagy főhajtás nektek. Hát gratulálunk, ilyen megszállott emberekre van szükség a városnak. Köszönöm, hogy itt vagytok, köszönjük, hogy együtt vagytok. Érezzétek jól magatokat, és mindig érezzétek jól magatokat Kisvárdán. Induljon a verseny! 3, 2, 1, mennyire öröm futni ma a Kisvárdán? Hát én úgy láttam az érdeklődésben, mint ahogy látjuk mindannyian, hogy nekem öröm egyszer az, hogy ennyien vannak, örömteli, remélem mindenkinek az lesz, hogy itt vannak a családok, a rövid távot lefutják, és öröm az, hogy itt vannak a profik, akik 4 kilométeren, 8 kezes versenyre fognak, és úgy látom, nagyon lelkesen készülnek, és mindannyian a győzelem, ez a lényeg.